Köszöntöm nézőinket! Szerencsére elmondhatjuk Sopronban, hogy a nemzetiségi önkormányzatok aktív munkát folytatnak. A soproni horvát nemzetiségi önkormányzat is most például ezen a héten egy nemzetközi konferenciára készül. Köszöntöm a stúdióban dr. Grubics János urat, az önkormányzat elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Jeles dátumokra emlékezik majd ez a nemzetközi konferencia. Miről is van szó? Gyakorlatilag azt a vonalat folytatjuk, amit már évek óta csinálunk. Korábban a két Zrínyi Miklósról rendeztünk emlékkonferenciát a megyetanács dísztermében. Idén Zrínyi Péter emlékére rendezzük ezt a tudományos ülést. 400 évvel ezelőtt született, és 350 évvel ezelőtt végezték ki Bécsújhelybe. Egy soproni hóhér végezte el a kivégzést, meglehetősen ügyetlenül és nagyon kínos körülmények között halt meg. Ő részese volt a veselényi féle összeesküvésnek, és sógorával együtt Frangepán Kristóffal végezték ki. És gondolom én, hogy azért is szól róla a nemzetközi konferencia, mert akár még a 21. század emberének is lehet üzenete, vagy példaértékű tevékenysége, amit ő tett, melyek azok az erények, amik őt jellemezték? Hát alapvetően az, hogy a muszlim betolakodókkal szemben egész életében keményen harcolt, rengeteg győzelmet aratott a élete során, és a Habsburgok európai érdekeltségei miatt nem volt ez mindig megfelelő politikai cselekedet a bécsi uralkodóház szemében. És itt a nemzetközi konferencián egyébként kiket várnak, esetleg külsősök is a Rejpálházba ellátogatnak-e, akiket tartom érdekel? Bárkit szívesen látunk, örömmel veszük, ha érdekli ez a téma a város lakóit. Herbert Gassner Ausztriából fog érkezni, egy közeli horvát faluból, egy nyugdíjas bíró, aki sokat foglalkozik a horvátság történetével. Sokcsevics Dénes, aki korábban a zágrábi követségen ataséként dolgozott, egyébként történész, Sopronból Kriss András, illetve Krisztina Milkovics Horvátországból érkezik hozzánk. Tehát mindez pénteken, akkor a Rejpálházban, 16 órától. 16 órától. Ez is ugye egy része az önkormányzat tevékenységének. Mi az, ami egyébként az éves programjukat jellemzi? Tehát vannak-e állandóan visszatérő programok? Hát sajnos ez a nemzetközi járvány pusztító hatással volt a működésünkre, hiszen tavaly tavasz óta kicsit szétesett a kis közösségünk. Idén nyár elejétől tudtuk újra megszervezni a horvát klubot. Pillanatilag szétesett állapotban van a tambura zenekarunk. Alapvetően kulturális missziót felvállalva próbálunk részt venni a város életébe. És gyakorlatilag mi volt a legfőbb célkitűzés, amikor az önkormányzat megalakult? Azt szerettük volna elérni, hogy a város identitástudatának legyen része a három nemzetiség, a magyar, a német nyelvű, illetve a horvát nyelvű. Utóbbinak is jelentős szerepe volt a város történelmében. És ha jól tudom, akkor tulajdonképpen Kópháza őrzi nagyon-nagyon szépen a hagyományokat. És a többi horvát falu is, Undot is ugyanígy ki lehet emelni. Következő témánk, amit jövőre szeretnénk hasonló konferencia keretében nyilvánosság elé tárni, Pinezics István ügyvédnek a 60. halálának 60. évfordulójára rendezendő konferencia. Ő volt az a horvát származási ügyvéd, aki próbált nagyon sokat tenni a horvát falvak Magyarországhoz tartozásáról. 1919-20-ban partnere volt ebben Turner polgármester úrnak. Megszervezte a horvát nemzeti tanácsot, országgyűlési képviselői volt, emellett a katolikus konvent elnökeként a Rozália iskola felépítésében és a Szent István templom felépítésében vállalt nagy szerepet. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen valaki megőrizze mondjuk a horvát gyökereit, továbbadja a hagyományokat a jövő nemzedékének, annak egyik szelete és egyik része, hogy a gyerekek tanulhassanak, ismerkedhessenek a horvát nyelvvel.
Van-e erre lehetőség, illetőleg van-e bármiféle tapasztalat, kimutatás arra vonatkozóan, hogy mennyire tanulják a gyerekek, a jövő nemzedéke a horvát nyelvet itt környékünkön? Hát ez sajnos egy nagyon nehéz téma, azzal, hogy a mi szüleink generációja második világháború után Sopronba költözött, itt dolgozott, nyilván így egyszerűbb volt az életük, elindult a nagyfokú asszimiláció. Jelenleg horvátul szervezett formában a Panoráma óvodában van erre lehetőség, ahol három nyelven foglalkoznak a kicsinyekkel, de igaziból ennek nincs folytatása. Évek óta próbálunk valami fajta olyan keretet kialakítani, hogy ezeket a gyerekeket, akik ott megismerkedtek a horvát nyelvvel, kisiskolás korukban folytassuk a horvát nyelv oktatását, de ennek személyi, technikai nehézségeit eddig nem tudtuk meg legyőzni. És egyébként a horvát kulturális értékeket miképpen lehet ápolni? Mi a legfőbb törekvés, hogy ezek is megmaradjanak a jelenkorban? Hát egyrészt olvassuk a történelemkönyveket, keresük azokat a horvát származású személyiségeket, akik valamilyen módon kötődnek a városhoz, illetve környékéhez, igyekszünk ehhez anyagokat összeállítani. A Regionális Tanulmányok című évente megjelenő kötetünkben is szerepeltetjük ezeket. Valahol szeretnénk azt elfogadtatni, hogy 500 éve, vagy közel 500 éve itt élünk a városban, és a környékén, és a környék gazdasági életében meghatározó szerepe volt a horvátságnak a mezőgazdaságban. Van-e esetleg bármiféle kapcsolata Horvátország bármilyen településével a nemzetiségi önkormányzatnak, hiszen ez is tulajdonképpen egyik útja a hagyományok ápolásának, a kapcsolattartás a gyökerekkel? Hivatalos keretek között nincsen, félhivatalosan elsősorban nekcseiekkel van kapcsolat. Nekcse a Pejacseviceknek a székhelye volt Horvátországban, Észak-Horvátországban. Másrészt örömmel mondhatom, hogy nagyon sok rendezvényünkre a budapesti horvát nagykövetség képviselője, gyakran személyesen a nagykövet úr is vendégünk. És azt hiszem, arról is azért be kell, hogy számoljunk, még hogyha nem is teljesen friss hír, hogy azért az nagyon sokat jelentett a nemzetiségi önkormányzat életében, hogy a Rejpálházban otthonra találtak. Tehát ez azért megkönnyíti a találkozásokat, a programok szervezését. Hát egy csodaszép történelmi épületben van 40-50 négyzetméteres részünk közösen a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A vendégeink mindig megbámulják az épületet, az épület udvarát, illetve a helyiségeket, ahol egy-két freskó maradványt sikerült megőrizni. Én azt hiszem, hogy erre nagyon büszkék lehetünk, hogy a város egy ilyen épületet adott nekünk. És ezek szerint akkor a Német Nemzetiségi Önkormányzattal is jó a kapcsolat, akár együttműködés szintjén is történhet mondjuk közös program, vagy ilyen jellegű dolog? Volt erre példa, csak mi a kis testvérek vagyunk létszámban, nekünk nincsen iskolánk, mint a németeknek, ők számbelileg lényegesen többen vannak, bár az asszimiláció őket is érinti, illetve a második világháború utáni kitelepítés szörnyű csapás volt az ő számukra. Picikét beszélünk arról, hogy így 2021-ben mit jelent a horvát gyökerek ápolása identitás szempontjából, tehát hogy ez a magyar, illetőleg a horvát identitás hogyan fér meg egymás mellett? Hát békésen megfér, kivéve akkor, hogyha horvát-magyar foci meccs van, vagy horvát-magyar vízilabda meccs. Akkor kinek drukkol? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem szeretném elárulni, de vasárnap, amikor a horvátok megverték a oroszokat a világbajnok is elejtezőn, akkor egyértelmű volt. Akkor lehetett örülni tiszta szívből. Igen. Jó, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor akit érdekel és vonz ez a program, akkor ezen a héten pénteken 16 órától a Rejpálházban lesz egy izgalmas történelmi találkozó. Mindenkit várunk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi fért Mozaik című adásunkba. Viszontlátásra!